Meglehetősen rövid volt az idő, hogy a tankerületeket kialakítsák, de úgy látom, hogy azért zökkenőmentesen mennek a dolgok mindenhol, tehát itt Vecsésen is. Milyen az országos tapasztalat? Tehát egyáltalán milyen volt a pedagógusok, a szakma hozzáállása ez az átalakításhoz, figyelembe véve azt, hogy nem tanév elején, hanem tanév közben csinálták meg az óriási huszárvágást. Így van, a tanév közbeni váltás az a költségvetési évhez igazodik. Tehát ennek ez a legfontosabb oka. A pedagógusok hozzáállása, ami eljut szerintem a sajton keresztül mindenüvé, az optimizmussal vegyes félelem. Félnek attól, hogy amit sajnos sokan terjesztenek is, hogy ez majd pedagógusok álláshelyeivel összefüggésben veszélyt jelent, hogy tankerületek jönnek létre, holott nem. Hiszen pontosan az átalakításban a kis települések iskoláinak a megőrzése szempontként jelent meg. A 3000 alatti települések állami működtetésbe vétele, az pontosan a helyben levő iskola megőrzését jelentette. A nagy intézmények esetében pedig inkább az ő kiváltságaik, vagy extra juttatásaiknak való elvesztési félelme az, ami megjelent. De azt gondolom, hogy az állam, amikor gondoskodóként és egységes protokollok szerinti szakmairányítóként belép, akkor ezt a sokszínű oktatási rendszert kell megőriznie, és megtartani az erényeket, de segíteni azokat is, akik ebből eddig kiestek, vagy leszakadóban voltak. Tehát ez egy valóban óriási feladat. Évközben azt tudjuk tenni, hogy átvesszük mindazt a folyamatot, ami van, és feltérképezzük, hogy hol szükséges azonnali beavatkozás, hol lehet egy kicsit ezt elodázni, és átlátható rendszerként működtetni. Nyilván ez azt a célt is szolgálja, hogy a pedagógusoknak a szakmai munkáját egyfajta kontroll alá vegyék majd a jövőben, hiszen a pedagógus, amikor megszerezte a diplomáját, mindenféle tanfolyamra elküldték, de aminek mi volt a hozadéka, azt már senki nem látta, és egy kicsit úgy szétfolyt az egész képzési rendszer is, nem beszélve a pedagógusok munkájáról, szakmai színvonalas munkájára gondolok itt elsősorban a pedagógusoknak. Igen, tökéletesen látja. Azt mondjuk, hogy az oktatásra kevés pénz fordítódik, de hogyha összeadjuk a ilyen továbbképzések, Európai Uniós források együttesét, akkor azért ez nem csekély összeg, de valóban pont az átláthatóság hiánya miatt ezt nem lehetett áttekinteni, kontrollálni. Erre most óriási lehetőség adódik, hogyha egy olyan fenntartói értékelési rendszerben gondolkozunk, ahol minden elemet becsatornázunk, és egyszerre tudjuk azt látni, hogy milyen erőfeszítések folynak az iskolában a szakmai jobbításért, milyen tevékenységet végez az igazgató, hogy a munkaközösségeket, a pedagógusokat továbbképzésekkel segítse. Belép a tankerület, mint a fenntartó helyi oktatási irányítója, aki ezt a segítséget már az igazgató felé is meg tudja adni. Átalakul a szakmai tanácsadás rendszere, tehát a pedagógiai intézeti rendszer régi nevén ott lesz megyei szinten a segítségnyújtásban, és nyilván a központnak az a feladata, hogy ezt a 198 színes egységet hálózatként összefésülje és kezelje. Tehát valóban a külső kontroll, de a belső kontroll is ilyen szempontból egymást erősítő folyamatokká válhat. A jogszabályok, a tartalmi szabályzók, azok nyilván meghatározzák azt, hogy mi szerint kell működni, de hogy hogyan, az pedig a pedagógus sokszínű munkája biztosítja, hogy ő hogyan jut el a megfelelő gyerek lelkéig. Régen Klebersberg Kuno idejében egy tanfelügyelő megjelent az iskolában, akkor ez egy horror volt, tehát mindenki rettegett tőle. Nem azért, mert emberevő volt az illető, hanem szakmailag annyira toppon volt az illető, hogy tartottak tőle, és a véleményét azért be is tartották. Na most itt a tankerületekhez sikerült-e szakmailag olyan embereket beválogatni, vagy összeválogatni, akiknek valami hasonló tekintélye lett majd a jövőben? Ó, ez olyan bonyolult kérdés, hogy egy picit én ketté venném. Egyrészt a tankerületekben nem tanfelügyelők dolgoznak. És abban különbözik a régi tanfelügyeleti rendszertől egyáltalán az új struktúra, hogy most elválik az államigazgatási kontroll és a szakmai irányítás. Tehát régen a járási tanácsok
berkein belül dolgoztak ezek a tanfelügyelők, most pedig nem a járási hivatalban, hanem a szakmai irányítás hivatal rendszerében, a tankerületekben dolgoznak a munkatársak, akiknek az elsődleges feladata nem a tanfelügyelet, hanem a szakmai irányítás, segítségnyújtás lesz. De valóban a lényege az az, hogy ne maradjanak segítség nélkül, ne maradjanak támogató nélkül, és bizonyos esetekben kontroll nélkül az intézmények. Mert a szakmai munka csak úgy tud javulni, úgy tud erősödni, és úgy válik egy ilyen hálózatos rendszerben összemérhetővé, hogy milyen befektetett munkával milyen eredményeket lehet produkálni. Itt van egy jó gyakorlat, akkor azt vigyük át oda is, és fordítva. Tehát ez a fajta hálózatos együttműködés az, ami az új szervezetépítésnek a kulcsa. A tanfelügyeletnek a megszervezése az még nem történt meg. Ez egy külső szakmai kontroll lesz, amikor szakértők mennek külsősként megítélni, hogy ott milyen szakmai munka folyik, de az ő tapasztalataik is a tankerületekben fognak hasznosulni, mert a tankerület lesz az, aki fenntartóként az ilyenfajta külső ellenőrzések eredményeként intézkedni tud, beavatkozni tud. Tehát azt mondja, hogy ide kell egy segítség, ide továbbképzés kell, itt egy személynek kell továbbképzés, ott az egész tantestületnek kell továbbképzés. Tehát ezt a fajta reagálást szeretnénk kiépíteni országosan szakmailag. Tehát akkor, ha jól értem, az átlagos színvonalat lehet így garantálni, produkálni. Tehát kevesebb lesz a leszakadó iskola, és nem tudom, mi lesz az elitiskolákkal, tehát azok ebben a rendszerben tudnak-e tovább dolgozni. Ne haragudjon meg, de nem jól érti, mert hogy pont nem erről szól, hanem a sokszínűséget kell megőrizni úgy, hogy egyszerre van jelen a leszakadó, a kiváló, meg az átlag. De mindegyik esetben oda kell eljutnunk, hogy önmagához képest fejlődjön, fejlesztődjön. A legjobbat nem kell visszatuszkolni, de a legjobbat segíteni kell. És nem az egalizálás a lényeg, hanem az azonos szabályzók, az azonos elvek, hogy ott is legyen szakos, meg ott is legyen szakos, ott is legyen csoportbontás, meg a másiknál is legyen csoportbontás, de az eredmény, ami elitté teszi, vagy az a szakmai munka, ami ott van, abból pedig tanuljon az, aki eddig ezt nem tudta produkálni. Tehát én így nem egalizálni kell, hanem a sokszínűséget megőrizni, de ez nyilvánvaló, hogy energiában az egyes tankerületektől is különböző odafigyelést és befektetést igényel. Egy jó példa volt erre, hogy eddig költöttek az oktatásügyre mondjuk 100 forintot, és abból a leszakadókhoz odaraktak mondjuk 80-at, hogy eredményt produkáljanak, és a 20-on osztozott a többi. Most lehet, hogy ezt úgy kellene megváltoztatni, hogy mondjuk 50-60 forintot költünk az átlagra, és 20-at a leszakadókra, meg a kiemelkedőkre. Tehát mások az arányok, és az a lényeg, hogy a sokszínűsége megmaradjon a rendszernek.